Ez egy autista kislány sikeres kezelésének a hiteles története. Ebből a videóból kaphatsz egy megoldást arra, hogyan segíthetsz a gyerekeden, ha esetleg ő is érintett. Nevem Bojtos Zoltán, és 2011 óta foglalkozom gonoterápiával. A napokban hallottam ezt a történetet valakitől, akit jól ismerek, és ez vele és a gyerekével történt. Nem arról van szó, hogy ismer valakit, aki hallott valakiről, aki távolról látott egy ehhez hasonló árnyékot a falon, jó? Akik ezt a történetet nem hiszik el, és azt gondolják, hogy ez az ő autista gyerekükkel biztosan nem működne, igazuk van. De ez csak rájuk igaz, a többiekre nem. A neurológusok megfigyelték, hogy az autista gyerekek előszeretettel fogyasztják a tejet és a tejtermékeket, valamint a tésztaféléket. Ez már egy gyanús jel, ha a gyerekeden ezt tapasztalod. Ezen kívül sokan színre esznek, tehát bizonyos színű ételeket meg sem kóstolnak. Úgynevezett hiperaktív gyerekeknél a hosszú szénláncú omega-3 zsírsavak szintje jóval alacsonyabb, mint az egészségeseknél. Vagyis az eszenciális zsírsavak bevitele, mint az EPA és a DHA, sikeresen javítja a hiperaktív, figyelemhiányos gyerekek állapotát. Erre javaslom például a DXN omega-3 kapszuláját, ami vadonatúj a piacon, és 90%-ban tartalmaz ezeket a hasznos zsírsavakat, a többiek 60%-os arányával szemben kapszulában kapható. A DHA zsírsav például egy hosszú láncú omega-3 zsírsav, ami a testünk minden sejtjének az alkotó eleme, illetve elsődleges építőanyaga többek között az agynak, a bőrnek és a szemnek. Az agyunk 60%-ban zsírból áll, ennek az egyharmada DHA, eszenciális, vagyis a szervezetünk nem tudja előállítani, kívülről tudjuk csak bevinni. Vagyis a lényeg, hogy egy alultáplált testnek nagyon nehéz a gyógyulás. Tehát az autista gyerekeknél nem mérgeket kellene az agyba juttatni, amiket most ugye nem sorolok fel, mert ez valamiért sérti a közösségi irányelveket, hanem a helyes táplálkozással lehetne javítani az állapotukon. Itt jön a képbe az, hogy ők nagyon válogatósak, és nem esznek meg parancsra semmit. Itt lenne szükség nagyon jó minőségű táplálékkiegészítőkre, hogy ezt lehessen ugye pótolni, ami hiányzik. Például ebben a konkrét esetben ilyen volt a kokozi nevű ganodermás kakaó, amit meg is mutatok, ez így néz ki. Így néz ki egy tasak. Ez Ganoderma lucidumot, azon belül a micéliumból készült GL kivonatot is tartalmazza. Elkészíthető tejjel is és vízzel is. Itt először tejjel kezdték el készíteni, de aztán az idő előre haladtával valahogy egyre kevesebb lett benne a tej, és egyre több a víz. A GL hatása az agyra egészen kiváló, most nem részletezem, de nagyon jó. És valahogy egyre inkább úgy kezdett viselkedni ez a kislány, ahogy a nem autisták szoktak. Aztán jött a spirulina, amiből csak ilyen 500-asat tudok mutatni, amit a színe miatt nem volt hajlandó megenni, mert ez zöld. Ekkor a leleményes édesanya kipróbálta a spirulina cereát, amelyik 0,75 g spirulinát tartalmaz, tehát 75 dekányi zöldség tápértékével egyenértékű. Sajnos, amikor ezt belekeverjük valamilyen folyadékba vagy joghurtba, ez is zöld lesz, tehát ez sem ment át azon a bizonyos színteszten, úgyhogy ezt a kislány nem volt hajlandó megenni. És akkor az édesanyának eszébe jutott az, hogy gyerekkorunkban, én is így voltam, volt ez a pezsgőpor, vagy micsoda, ilyen picike kis műanyag palackba volt, és ezt beleszóltuk a tenyerünkbe, és úgy nyaltuk fel, eszünk ágába se volt vízbe keverni, és úgy megpróbálta ezt, és így már nem zöld. És akkor a kislány nyugodtan ezt így szívesen megette, és onnantól kezdve ezt így fogyasztotta. Tehát ez volt benne a jó, hogy így bejutott az a bizonyos tápanyag, amire az ő szervezetének szüksége lett volna. Az édesapa pedig cukrász lévén elkezdte ezeket a készítményeket különböző süteményekbe belecsempészni, és ezzel még több tápanyag jutott be. Tudtad, hogy a ganodermás kakaóporból például kiváló ilyen kakaókrémet lehet készíteni? Olyat, mint az a bizonyos olasz magyarókrém, aminél még a cukros zsír is egészségesebb, csak hát nem mondom a nevét, mert az is sérti az irányelveket. De majd elkérem a receptet, ha bárkit érdekel, és megmutatom, hogy hogy lehet a ganodermás kakaóból kiváló mogyorókrémet készíteni. Viszont a lényeg az, hogy a kislány mára egy kéttannyelvű gimnázium színötös tanulója, zenél, gitározik és mindent is csinál, és az évvégi bizonyítványában olyanok vannak benne, hogy csoportmunkában együttműködő és kezdeményező. És ez onnantól, hogy az elején nem volt hajlandó idegenekkel beszélni, senkit nem volt hajlandó elfogadni,
és egészen ideig jutottak, hogy gyakorlatilag már nem is viselkedik úgy, mint egy autista. Vagyis az elenyitott szülők számára szeretném azt mondani, hogy van egy természetes megoldás, amelyik ennyire gyönyörű eredményt hoz. Figyelem fontos! Azok a történetek, amiket elmesélek, igazak, de egyediek. Ugyanúgy, ahogy a te szervezeted is egyedi. Ezért semmilyen garancia nincs arra, hogy pontosan ugyanúgy fog reagálni ezekre a készítményekre, mint más emberé. Ezért, ha valamelyik videón felkeltette az érdeklődésedet, mielőtt valahol vásárolsz termékeket, vedd fel velem a kapcsolatot, és beszéljük meg. Szeretném ismerni a táplálkozási szokásaidat, az életmódodat, esetleg a tüneteidet pontosan, mert akkor sokkal jobb tanácsot fogok tudni adni, amiért aztán vállalom is a felelősséget.